Sziasztok, Kömkel vagyok. Ez pedig egy újabb monológadás lesz, és a lélegző fal legendájáról fogunk beszélni. Térj le jobbra. Forgalom zaja, navigáció, stb. Belehallatszódhat az adásba. Kicsit színesítve talán ezt a monológot. Tarts balra! Nemrég voltam egy idős házas párnál, ahol a lakóépület áttervezését, illetve bővítését csináltuk pár éve, és most jutottak el odáig, hogy a homlokzati hőszigetelést felrakassák még a tél előtt. És elhívtak, mert a köművessel vitájuk támadt, ugyanis a köműves úgy akarta felrakni a hőszigetelést, illetve el is kezdte úgy felrakni a hőszigetelést, hogy hatalmas pogácsákat a hőszigetelés hátuljára, 1 centit eltartva a faltól a hőszigetelő táblákat, mondván, hogy át kell szellőznie a falnak a hőszigetelés mögött, máskülönben be fog penészedni, meg be fog fülledni. Értelemszerűen a lábazat aljánál is kihagyta ezt a légrést, illetve az ereszdeszkázatnál is ki akarta hagyni, hogy végig át tudjon mögötte szellőzni. És igazából az idős házaspárnak a férfi tagját meg is győzte erről, hogy ezt így kell csinálni, csak a hölgynek voltak aggályai, és ezért elhívott, hogy mondjam már el az én érveimet, illetve beszéljek már a köművessel, hogy ez tényleg így van-e. És képzeljétek el, hogy a köművest egyszerűen nem lehetett semmiféle észérvel meggyőzni arról, hogy ez így helytelen. Tehát ő váltig ragaszkodott ahhoz, hogy 20 éve így csinálja, mindenhol jó volt, ez így tökéletes. Egyedül az az érv győzött, hogy vagy megcsinálja rendesen, ahogy én kérem, vagy nem lesz neki kifizetve a munkája. Feljött a lélegző fal legendája, és már századszorra, ezredszerre kellett ezt megcáfolnom élő szóban is. És a mai napig él még ez a tévhit, úgyhogy soha nem lehet eléggé ismételni magamat. Ezért gondoltam, hogy csinálok róla egy podcast adást is. Mi a probléma ezzel, amit a köműves csinált? Fordítsuk át ezt az egészet az emberi testre. Télen ugyebár rétegesen felöltözünk, védekezve a téli hideg ellen. Tételezzük fel, hogy a téli kabátunk mondjuk 2 számmal nagyobb, mint ami kellene, és ezt direkt úgy hordjuk, hogy el is tartjuk a többi réteg ruhától, tehát átengedjük a levegőt áramlani be a derekunknál, ki a nyakunknál. Belátható, illetve hát szerintem mindenki tudja, hogyha a kabát alá bejut a hideg levegő, tehát át tud szellőzni, akkor a kabát nem ér lófasz sem. Ugyanez igaz a hőszigetelésre is. Tehát, hogyha a hőszigetelés mögött a falat át tudja hűteni a hideg levegő, akkor az a hőszigetelés semmilyen funkciót nem tölt be a mechanikai védelmen, meg a díszítésen kívül. És ez a nagyon egyszerű érv, plasztikusan elmagyarázva a köművesnek, ez sem hatotta meg, tehát egyszerűen annyira bele van rögzülve ez a tévhit, hogy nulla. Semmiféle észérvet, semmit nem fogad el ezzel kapcsolatban. Van néhány falazat, ami pára átteresztő hőszigetelést kíván, tehát nem lehet felrakni rá EPS-t, azaz hungarocell jellegű hőszigeteléseket. Ezekre majd rátérünk egy kicsit később, hogy melyek ezek a falazatok, de ezek sem lélegeznek. Tehát ez egy egetverő baromság. A párának nagyon maximum a 2-3%-a áramlik át a falakon, ami egyszerűen elenyésző. Ez a tévhit, a lélegzőfal tévhite, ez abból alakult ki, hogy a régi ablakok, amik ezek a kapcsolt geréktokos ablakok, ezeknél rendkívül nagy volt a filtráció, tehát a levegő áramlása. Biztos gyerekkorotokban ti is tapasztaltátok, ha ilyen házban nőttetek fel, szeles időben lengedezik a függöny, kényelmetlen odaülni az ablak alá, mert érezni a levegőmozgást. És ebből fakad az is, hogy régebben kötelező volt az ablak alá rakni a radiátorokat, egyfajta hőfüggönyt létrehozva ezzel, hogy csökkentve a hideg levegőnek az érzetét, illetve beáramlását. Ezeken a régi ablakokon keresztül elég sok levegő áramlott be az épületbe, és át is tudott szellőzni a lakás. A belső levegőnek a páratartalma, ha tud mozogni a levegő, tehát szellőztetésnél is meg mindennél, ha van esetleg páraérzékelős hőmérőd a házba, egy keresztúzatos szellőzés után észreveszed, hogy csökken a páratartalom, mivel egyszerűen a légmozgás kisöpri a páratartalmat
a helységekből, illetve a lakásból. Tehát emiatt nem volt penészedés, illetve befülledés a régi házaknál, mivel igen erős volt a nyílászárakon, a régi nyílászárakon keresztül ez a légmozgás, a filtráció. Amint ezeket a régi nyílászárokat kicserélitek új nyílászárókra, és ez teljesen mindegy, hogy fából van, teljesen mindegy, hogy műanyagból van, vagy esetleg, ha olyan az ablak, és felújítjátok egy beépített gumírozással, vagy hasonlóval, ez a filtráció lényegében meg fog szűnni. Na és innentől kezdve kezdődnek a problémák. Ugyanis a benti pára csak akkor tud távozni, hogyha tudatosan szellőztetsz, vagy esetleg hőviszonyerős szellőztetőt építesz be a házba, ami szintén alacsonyan tartja a páratartalmat. Folyamatos légmozgás által. Egy páradús helységnek a átszellőztetését, az, hogy reggel kinyitott pár percre az ablakot, illetve este kinyitott pár percre az ablakot, ez nem igazán oldja meg. Tehát ez a feldúsult párát nem viszi ki a helységből. A pára olyan, hogy egy bizonyos hőmérsékletű felületen már lecsapódik, onnantól kezdve megjelenik a penész, gomba, stb. Régi házaknál jellemzően ez a betonkoszorúnál, tehát az ablakok fölötti betonáthidalónál, vagy a födémkoszorúnál, vagy ha betonfödém van, akkor gyakorlatilag a betongerendáknál jelentkezik. Ugyanis ezeknek a felületi hőmérséklete jelentősen eltér például a téglafalétól, vagy bármi más szerkezetétől. A feldúsult levegőnek a páratartalma az ezeken a hideg felületeken fog kicsapódni. Amennyiben hőszigetelve van az épület, de hibásan van elkészítve ez a hőszigetelés, tehát értem például ez alatt azt, hogy az ereszdeszkázat nincs lebontva a hőszigetelésnél, és a födémre tett hőszigetelés nem ér össze a fal hőszigeteléssel, hanem pont a legrosszabb szerkezet, a betonkoszorú gyakorlatilag szabadon van az ereszdeszkázat mögött. Ebben az esetben a födém hőszigetelt, a fal hőszigetelt, tehát mind a kettőnek a felületi hőmérséklete lényegesen magasabb, mint a koszorújé, ami áthűl a hőszigetelés nélkül, és ott tutira ki fog csapódni utána a pára, megjelenik a penész. Ugyanez igaz a lábazati résznél is, ha nincs lábazati hőszigetelés, akkor ott is penészedés fog lenni, vagy ha rosszul vannak a nyílászárók berakva, tehát nem lehet beforduló hőszigetelésnek hely hagyva a nyílászáró cserénél. Van erről egy elég jó videóm egyébként a YouTube-on, elég szemléletes ábrákkal, ezt érdemes megnézni. A lélegzőház legendája igazából ezekből fakad, hogy kicserélik a nyílászárókat, és vagy nem szigetelik utána a házat, vagy pedig rosszul szigetelik a házat. Amikor hőszigetelik a házat, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy ezt hogyan készítik el. Ugyanis a gyártói előírás szerint pont-pont perem módszerrel kellene a táblákat megkenni, ami azt jelenti, hogy körbe a hőszigetelő táblák peremén kellene ragasztót kenni, illetve két ragasztó pöttyöt középre. Viszont a gyártói anyag előrejelzések szerint mindennel együtt, tehát hálózással mindennel együtt 6-7 kg ragasztót igényelne a drive-it hőszigetelés. Ebben az esetben ez rohadtul nem igaz, bőven elfogy a duplája. Tehát ez a 6-7 kiló csak elmegy csak a ragasztásra. Tehát amennyiben a megrendelő megköveteli ezt a pont-pont perem módszert minden tábla ragasztásnál, illik felhívni a figyelmét arra, hogy nem ellopja a kivitelező a ragasztót, hanem egyszerűen sokkal többet igényel, mint a gyártói előírás. Ragasztótakarékos megoldás tud lenni az, illetve időben is sokat segít, hogyha falszéleken, lábazatnál, illetve ereszdeszkázatnál, nyílászárak körül ezzel a pont-pont perem módszerrel vannak a hőszigetelő táblák ragasztva, és a közbenső táblák azok igazából csak pogácsásan. Ugyanis ebben az esetben nem tud hol beáramlani a hideg levegő a hőszigetelő táblák mögé, és egy egyszintes épületnél nem tud kialakulni kémény hatás sem, tehát az összefüggő légréteg nem akkora, hogy ott légáramlás alakuljon ki. Ez egy viszonylag ragasztótakarékos megoldás tud lenni. Probléma szokott lenni, hogy elhagyják a lábazati hőszigetelést, mert oda zárcellás XPS kellene, ami rendkívül drága. Amennyiben elhagyják a lábazati
szigetelést, akkor a falpadló csatlakozásnál fog nagy valószínűséggel a penész, illetve pára megjelenni. Ha laminált parketta van, vagy normál parketta, akkor szépen az alatt elkezd rohadni, illetve a laminált parketta fel fog púposodni. Tehát már egy 4-5 cm vastagságú XPS is rettentesen sokat segít a lábazati hőhídmentesítésen. Sokan kérdezik, hogy a lábazati hőszigetelést azt meddig kell levinni. Egyfajta ökölszabályként alakult ki így az energetikusok körében, hogy a belső padlóvonal alá 80-90 centit érdemes levinni a lábazati hőszigetelést. Ez alatti síkban már egyszerűen annyira kicsi a hozama, illetve számíthatatlan a hozama, hogy nem feltétlenül érdemes. Itt probléma lehet, ha például 50 cm magas csak a lábazat, és alatta körbe az épület körül járda van. A talajszint alatt meg egy rücskös alapozás. Tehát ebben az esetben értelemszerűen egyszerűen nem éri meg feltörni a járdát és kiásni az épület mellett az alapozást, mert nem is hoz annyit, rettenetesen sok munkába kerül, és a rücskös talaj alatti alaptestet nem igazán tudod rendesen hőszigetelni. Ha ennél kevesebb a lábazat és körbe járda van, akkor igazából nincs jó tanács, mert lehetséges, hogy a 20-30 centi lábazat hőszigetelésével már megszünteted a penészedésnek a lehetőségét a falpadló csatlakozásnál, de lehet, hogy ez még nem segít. Viszont, mint mondtam, a talajszint alatt kiásni egy rücskös lábazatot és azt hőszigetelni, hát az azért elég sok élő munka és macera tud lenni. Rendkívül sok helyen látom azt, hogy a lábazati hőszigetelést azt nem zárcellás XPS-ből csinálják meg, hanem sima fehér homlokzati LPS-t raknak oda. Aztán amikor másfél-két év múlva arra megyek, akkor látszódik, hogy a gyönyörűen felrakott műgyanta lábazati vakolat az foltokba válik le a lábazatról. Ennek az az oka, hogy a rendes hungarocell LPS hőszigetelés az nyitott cellás, nagyon kis mennyiségű vizet képes magába szívni. Tehát a felcsapódó eső, illetve a járdáról, talajról minimálisan felszívott nedvesség, ez pont elég arra, hogy a téli fagy esetén megfagyjon a hungarocellben, illetve a rajta lévő ragasztó rétegen, és egyszerűen ledobja magáról az egészet. Mindenképpen zárcellás hőszigetelést kell minimum a rendezett terepszint plusz 30 centiig rakni. 80 centi 1 méteres lábazatnál lehet azzal trükközni, hogy az alsó 40 centit az ember kirakja a zárcellás XPS-ből, a fölötte levő részt meg sima hungarocellből, költségtakarékossági okokból. Oda kell figyelni a korábban már említett RS kialakításra. Sajnos egy régi háznak a utolagos hőszigetelése az nem csak könyves munkát kíván, mármint nem csak hőszigetelési munkát kíván, hanem nagyon sok esetben egy zárt RS dobozolás esetén ácsmunkát is, mivel vissza kell bontani a dobozolást, lambériát vagy deszkázatot, és amikor a köműves megcsinálta a homlokzati hőszigetelést, akkor vissza kell dolgozni ott szegélylétszel vagy bármi egyébben. Nagyon-nagyon fontos, hogy a homlokzati hőszigetelés az gyakorlatilag a tetőfóliáig felérjen, hogy a födémre rakott hőszigeteléssel össze lehessen csatlakoztatni. A régi házaknál nagyon sok esetben előfordul az, hogy hatalmas kő ablakpárkányok vannak, vagy egyéb ilyen beton elemek. Ezeket sajnos egyszerűen le kell vésni, illetve le kell flexelni, mert mindegyik hatalmas hőhidat jelent, és azonnal beviszi a hideg levegőt a házba, azonnal penészedni fog. Ilyenkor szokott lenni legnagyobb problémaként, hogy például kiszedik a régi geréptakos ablakot az egyik évben, beraknak a helyére egy ugyanakkora méretű műanyag ablakot, szépen ráépítve a kőpárkányra, amit behagynak, van egy ilyen 10 centis beton vagy kőpárkány az ablak alatt. És amikor a homlokzati hőszigetést rá akarják rakni, és mondjuk egy hasonló szakértő, mint én, mondja azt, hogy már pedig ezt ki kell innen szedni, akkor megy a vakarózás, ugyanis kiütni az ablak alól nem igazán lehet azt anélkül, hogy esetleg az ablak meg ne sérülne. Ha csak leflexelik simán a kilógó részét a kő vagy betonpárkánynak, az nem elég, ugyanis az ablak konkrétan rajta ül ezen a betonpárkányon, azt már felülről hőhídmentesíteni nem lehet. Ezért nagyon fontos az, hogy nyilázáró csere előtt az ember évekre előre gondolkozzon, hogy valamikor valaki úgyis hőszigetelni fogja a házat. A korábban említett videómban
benne van, hogy homlokzati hőszigetelés esetén a nyílászáró kávákra is rá kell fordulni. Megnyugtató vastagság tud lenni egy 5 centis ráfordulás, tehát a nyílászárókat, azokat mindet úgy kell legyártatni, illetve úgy kell elhelyezni, hogy körbe 4-5 centi toktoldója legyen. Alul, felül, két oldalt, mindenhol. Szintén problémás, ha a nyílászáróra rá van helyezve egy redőny, ami szépen fel van szorítva a beton áthidalóhoz. Normál esetben, ha új házat tervezünk, akkor a redőny teteje és az áthidaló között oda is szintén kell egy 5-8 centi hőszigetelés, hogy ezt a beton áthidalót hőidmentesítsük. Na most amennyiben erre nincsen hely, akkor ez a beton áthidaló a redőny szekrényen keresztül, illetve a redőny tokon keresztül egy borzasztó nagy hőhidat jelent, és hiába van gyönyörűen leszigetelve a ház körbe mindenhol, ez ugyanúgy hőhidként meg fog jelenni, és szépen az ablakok fölött lesz egy jó nagy penészcsík, amivel nem lehet mit kezdeni. Nyílászáró cserénél mindenképpen legyen átgondolva az egész, és ne az ablakosokra bízzátok. Vannak olyan ablakosok, akik visszakérdeznek erre, hogy nem-e kellene esetleg ezzel foglalkozni, de sajnos az a tapasztalatom, hogy a nagy többsége nem is az, hogy szarik bele, hanem egyszerűen a napi rutin, a napi munkájuk révén ezekre nincs idejük odafigyelni. Egy ilyen szakértői szemle, vagy egy ilyen szakértői javaslat nem kerül százezrekbe, 10 000 forintokról beszélünk. Valaki energetikust vagy hozzáértő szemét ki kell hívni, aki körbenézi a házat, és ad egy pár ilyen tanácsot, ugyanis nagyon sok egyedi dolog lehetséges még, amit figyelembe kell venni. Jellemzően ilyenek például a bent hagyott erkélylemezek, régi konzolos erkélyek, meg hasonlók, amiknek a hőszigetelése szintén rettenetesen problémás. Szinte minden héten jelentkezik valaki a csoportomban, hogy megvett egy, mit tudom én, mondjuk 90-es években épült házat, aminek a tetőterébe van egy erkély, és van egy erkélyajtó értelemszerűen szobából. Hogy ezt hogyan hőszigetelje? Pláne súlyosabb a helyzet egyébként, ha ez az erkélylemez mondjuk benyúlik az alsó szinten lévő nappali fölé, és akkori technológia szerint szinte nulla hőszigetelés van benne. Ezeket az erkélyeket, illetve teraszokat rettentesen nehéz hőszigetelni, nehézkes, ugyanis nagyon minimum 10 centi hőszigetelés kell a tetejére, vízszigeteléssel, lejtést adó réteggel, fölötte pedig a burkolat alá egy beton réteggel. Ennek a minimális vastagsága általában ilyen 17-20 centi körül van, tehát ez azt jelenti, hogy az erkélyajtót, ami beépítésre kellene, hogy kerüljön, azt 20 centi alsó toktódóval kell építeni, tehát ennyivel alacsonyabb lesz az erkélyajtó, kvázi egy lépcsővel kell majd kilépni az erkélyre. Most a kérdezőknek a fele már sajnos mondjuk előző évben kicseréltette a nyílászárókat, bármiféle megkérdezés minden nélkül, tanácskérés nélkül, és most hiába mondjuk neki, hogy kell az a 17-20 centi, már nem tudja megoldani egy újabb nyílászáró csere nélkül. Kérdezzetek. Vannak erre nagyon jó csoportok, illetve fórumok, ilyen az enyém is például. Még azt a pár 10 000 forintot is meg lehet fogni, hogyha így általánosságba kérdeztek. Most nézzük azt a pár darab, pár átteresztő hőszigetelést igénylő falazatot. Ezeknél arról van szó igazából, hogy az épület fizikai jellemzői között a páratechnológiánál problémát okozhat az, hogyha egy olyan hőszigeteléssel van leszigetelve kívülről, ami a párát nem engedi át, illetve nem engedi magába a hőszigetelésbe. Ugyanis erős tévhit szintén az, hogy a homlokzati vakolható kőzetgyapot átengedi a párát. Pára átteresztő igen, de a feladata inkább arra szól, hogy a hőszigetelés után kialakuló réteges falazatot, tehát vakolat, falazat, hőszigetelés, ragasztás, illetve nemes vakolat, egy olyan pára diagramot hozzon létre, hogy a pára a falazaton belül semmiféleképpen ne tudjon kicsapódni. Ilyen falazat tipikusan a vályog, a vert fal, a kőfal, de az itongot is egyébként szintén tévhit, sokkal biztosabb kőzetgyapottal hőszigetelni. Valamint, amit szintén nagyon sokan nem tudnak, hogy ezeket a nagyon modern okos téglákat is kőzetgyapottal javasolt hőszigetelni, ugyanis EPS hőszigetelés esetén van egy olyan hőmérsékleti tartomány,
aminél a pára a tégla cellái között csapódik ki. Láttam már élőben is ilyen esetet, illetve megkerestek ilyen problémával. Ez úgy jelentkezik, hogy ilyen tenyérnyi vizes foltok jelennek meg egyszer csak a már kész lefestett falazaton, épületen belül. Amik aztán úgy varázsütésszerűen megjelennek, eltűnnek, megjelennek, eltűnnek. Tehát ez mind annak a jele, hogy a tégla szerkezeten belül, a tégla celláin belül párakicsapódás tapasztalható. Mondanom se kell, hogy ez egy bizonyos fokig csak kényelmetlenség, utána viszont már probléma lehet. A téglagyártók nagyon nem szeretik ezt hangsúlyozni, hogy az amúgy is kurva drága okos tégláikra még egy drágább hőszigetelő rendszert kellene alkalmazni, nem pedig a sima olcsó drive-itot, hanem nagyon apró betűben megjelenítik, hogy hát kőzetgyapott hőszigetelés javasolt. Ennek az egyik oka ez a páratechnika, amit az előbb kifejtettem, a másik oka pedig az, hogy a minél okosabbak ezek a téglák, tehát minél sűrűbb cella szerkezetűek, vékony faluak, tehát minél jobb hőszigetelők önmagában a téglák, annál szarabb a hangátlásuk is. Ráadásul ezt a szarabb hangátlást, ezt kétoldali, tehát külső és belső vakolattal együtt értik. Na most az esetek nagy többségében külső vakolást már az ember a hőszigetelés előtt nem csinál. Egy téfit szintén az, hogy az EPS hőszigetelés, tehát a sima drive-it, az rendelkezik bármiféle hangátlással, ez nem így van, sőt, bizonyos hangtartományokat még ki is emel. Aki normális hangátlásra vágyik, az ne EPS-sel hőszigeteljen, hanem kőzetgyapottan. A vályog vert fal, kőfal esetében sokkal komolyabb problémákat vet fel az, hogyha EPS-sel van hőszigetelve, ugyanis ezekben a szerkezetekben egy idő után feltelítődik a pára, és a vályog vert fal egészen addig tud csak szilárd lenni, amíg szárazak a falak. Egy pár év alatt a EPS hőszigetelés mögött fel tud gyűlni annyira a pára, hogy egyszerűen a fal elveszti a tartószerkezeti szilárdságát. Kőfal esetén ott pedig a problémát a kő összetapasztásához használt habarcs adja, ugyanis ez kap olyan nedvességet, ami miatt szét tudnak mozogni egymástól a kövek. De egyébként is főszabály az, hogy amíg nincs a falak alatt a vízszigetelés megoldva, addig nem homlokzati hőszigetelünk. Ebben a csoportban, amelyiknél az EPS nem alkalmazható, hanem ezt a kőzetgyapotot javasoltam, van egy probléma a kőzetgyapottal, főleg a meglévő épületek utólagos hőszigetelése kapcsán. Ez pedig az, hogy főleg a vert fal vagy vályog épületek fala rettenetesen hullámos, vagy nincs függőbe masolok. Most a kőzetgyapotot azt nem lehet síkra csiszolni, hanem azt lehet vele tenni, hogy vagy addig variálni a ragasztó pogácsák vastagságával, amíg ki nem lehet függőzni, vagy a hőszigetelés vastagságával játszani, vagy pedig több réteget ráglettelni az egészre, amíg az ember ki nem hozza a megfelelő síkot. Értelemszerűen mindegyik egy kicsit ilyen barkács megoldás, ráadásul a több rétegű glettelés az általában azért szeret meg is repedni külső felületen, nem is lesz szép egyáltalán a végső felületünk. Erre találták ki a gyártók az úgynevezett Open EPS rendszert. Ez látszatra egy hungarocell hőszigetelés szintén, viszont olyan a cella szerkezete, hogy páraátteresztőnek minősül. Ebben az a nagyon jó, hogy felrakod a hullámos falra, és síkba tudod csiszolni az egészet. Az előbb felvetett problematikát sokkal könnyebb bele kiküszöbölni. Árban sajnos nem olcsóbb, mint a kőzetgyapott hőszigetelés. És mind a kettőre igaz az, hogy teljesen más ragasztó kell hozzá, mint a normál hungarocellhez. Ezekhez való ragasztó lényegesen drágább, mint a sima drive-it ragasztó, és nem is szabad sima drive-it ragasztót kérni, tehát megvannak, hogy melyikhez milyen típust, illetve milyen fajtát javasolnak. Valamint a végső színezés, tehát a nemes vakulat is csak kifejezetten pára átteresztő lehet, ami szintén drágább, mint egy legolcsóbb, egyébként legolcsóbb nemes vakulat. Azt már mondanom se kell, hogy a belső vakolatnak, illetve a belső festésnek is szintén páraátteresztőnek kellene lennie. Az ilyen szerkezetű falazat sem lélegzik. Páraátteresztő valamilyen szinten, illetve a falazat, a réteges falazat
páratechnológiailag megfelelő, tehát nem lesznek szerkezeten belüli párakicsapódások, illetve párafeltolulások, de nem lélegzik továbbra sem. Jó, tehát amiket felsoroltam, hibákat, hőhidakat, mindent, ugyanúgy ki kell küszöbölni ezekkel is. Ha a kérdés merülne fel a témával kapcsolatban, akkor megtaláltok a Facebook csoportban, ahol lehet a többiekkel vitatkozni, illetve eszmét cserélni. Kommentelni lehet ezt az adást a Facebookon, blogomon vagy a YouTube-on is. Csatlakozzatok hozzánk. Sziasztok! Megérkeztél a célponthoz.